Nyíregyházától mintegy 6 kilométerre a négyes főút mellett fekszik a megye egyik legnyugodtabb és legfejlődőképesebb képesebb kiskössége, a 3450 fős nyírpazony. Az utóbbi tíz évben egyre népszerűbb a családot alapító szabolcsi fiatalok körében is, akik közül sokan itt tervezik jövőjüket. Az intézmények működőképességét stabil pénzügyi helyzet garantálja, az önkormányzat ezt szeretné fenntartani 2011-ben is, de észszerű gazdálkodás mellett olyan beruházásokat is szeretnének megvalósítani, amelyek a település megtartó erőt fokoznák. Ami a legfontosabb és egy nagyon nagy előnye a településnek, az Nyíregyháza közelsége a munka erő, illetve a munkaerőpiac szempontjából, hiszen eh, azt kell, hogy mondjam, hogy a munkanélküliségnek az aránya összehasonlítva esetleg egy más településekkel, amelyek kicsit távolabb vannak a várostól, eh, jobb helyzetben vagyunk. Olyan alternatívákat kínálnak emellett a közösségi élet tekintetében, amelyek a lakosok kapcsolatát is erősíthetik. Azt a klubot szerveznek például, amelyre nagy az érdeklődés. A település apraja adja körében. A község vezetése forrást keres az intézmények fejlesztésére. Egy pályázatot már eredményesen zártak, ebből korszerűbbé teszik az oktatást. A számítógép eszközparkot, illetve eszközállományt bővítettük. Interaktív táblával fogjuk felszerelni a településnek, az intézményenek a egyik részét, az iskolát, és azt hiszem, hogy ezzel egy 21. századi intelligens iskolának a lehetőségét fogjuk megteremteni. Tavaly az Aranyalma óvoda szépült meg az önkormányzat saját erejéből, valamint jótékonysági felajánlásokból. Itt többek között kicserélték a nyilázzárókat, felcsiszolták a parkettát és új bútorokat is vásároltak. A 85 éves intézményben 96 gyerekkel foglalkoznak, négy csoportban. A legnagyobbak még alvás előtt sem felejtenek el verselni.